Estéről estére változik a szereposztás a nézők kérésétől, óhajától függően. Puskás Tivadar például milyen szerepben Rudi kapitány, jelenik? Rudi kapitány és az öcsi bácsi. Milyen figurák ők? Rudi kapitány egy városi, régi típusú kapitányféle. Hát korrupt, de korrupt. Igen. Kisvárosi. Kisvárosi korrupt rendőrkapitány. Öcsi bácsi pedig egy lunaparkos. Tulajdonképpen Luna parkja van, tehát egy vidám parkos ember, egy roma származású, cigánynak mondták régen, most romának. Melyik szerephez ragaszkodsz jobban? Mind a kettőhöz. Tulajdonképpen a váltás az minket nagyon érdekelt már az elejétől fogva, mert nem voltunk még ilyen helyzetben. Tehát azt gondoltuk, hogy mindenképpen érdekes lesz. Gyuris Tibor. Aztán, hogy haladtak a próbák, egyre jobban ugye beljebb kerültünk ebbe a helyzetbe, és meglepő módon a végén mi, akik ugye biztonsági okokból, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ilyen kicsit óckodva fogadtuk a váltásokat, mi voltunk azok, akik a legjobban mellé álltuk ennek a dolognak, hogy váltsunk. Mi például Pusival teljesen megszerettük a dolgot, úgyhogy szerintem mi vagyunk, akik a legtöbbet váltogattuk ide-oda a szerepeket. Mi a jó ebben nektek? Nagyon játék, egyrészt játék lehetőség, más impulzusok, egész más helyzetbe kerülünk. Tehát egyszer Csaba mondta, azt hiszem, hogy amikor először csináltuk meg ezt a váltást, és pont mi csináltuk meg először, hogy azt mondja, hogy egy olyan, mintha valami rakétákat gyújtottunk volna be, tehát olyan impulzusokat, belső energiákat szabadít fel, tehát hogy egyszerűen egy egész felfrissülünk, egy egész új helyzetbe kerülünk ezáltal. És ez nagyon jó előadás közben mindig. Sanyika, Varga Balázs. Igen, az egyik az Sanyika, az a Luna Parkos öcsi bácsi alatt dolgozó roma fiatalember. A másik pedig pont az ellentetje, aki egy fiatal, balhés, enyhén rasszista jellemekkel felruházható srác, ez a két szerep, tehát pont a két nagyon durva ellentét az, ami engem most megfogott ebben a, vagy elkapott ebben az előadásban, vagy ebben a próba folyamatban, és én nekem például ez kifejezetten nehéz volt, hogy ennyire két ellentétes karaktert kellett megtalálni, pont egymás ellenségeit. Mind a kettőt ugyanúgy szeretem. Kosik Anita. Blanka vagy Mónika? Az egyik lány, Blanka, ő egy Móninál idősebb valamennyivel, van elképzelése az életről, amit nehézkesen vitelez ki. A Móni pedig egy fiatal kis csaj, aki még tulajdonképpen semmit nem tud arról, hogy milyen következményekkel járhat, nem is méri föl, és nem is érdekli. Mert úgy gondolja, hogy most ő bármit megtehet azért, mert éppen tele van energiával. Mind a kettő teljesen más, mind a kettő szép és érdekes. Tényleg teljesen más, tehát hogyha, mit tudom én, ha egyszerre kéne a kettőt csinálnom, mondjuk, akkor nem tudom, hogy oldanám meg. Mert föl kell építeni az egyiket is, és föl kell építeni a másikat is, és nagyon máshonnan indul. És nekem, mint színésznek mondjuk, más erőket kell megmozgatnom, hogy mind a két ember, mind a két lány hiteles legyen és érthető. Épp Móni tragédiája, az őt ért agresszivitás, a darab végpontja, ugye tragédiával zárul ez az előadás. Mindenkinek van benne tragédiája, csak nem mindenki hal bele. De a Móni tragédiája, a titokzatos szereplő, amit nem árulok el, kinek a tragédiája is egyben. És tulajdonképpen az egész falué is. Az, hogy ez megtörténhet, az nem egy embernek a tragédiája, hanem a többieké is. És általában ugye a drámában azt szokták mondani a okosok, hogy nem az szívja meg, aki meghal, hanem aki túléli. Igen, azt hiszem, hogy inkább egy közösségnek a cinkosságáról szól a darab. Tehát, hogy tartanak össze, hogy tartanak ellent egymásnak, és hogy tartanak össze, hogy védik saját magukat, hogy védik azt a közösséget, amiben léteznek és élnek. Nyilván ez vezet a fajta cinkosság felé, hogy korruptak legyenek, elnézők legyenek, másban keressék a hibát, és ne önmagukban. Hát egy falu túlélése tulajdonképpen, vagy egy kisváros túlélése, mert azért egy kisvárosról beszélünk. Szultán is megérkezett. Gulácsi Tamás a Tetkóban. Szultán és a János nagyon rosszul érzik magukat, és szóval nehéz ez a rasszizmus, és segíteni kell nekik, és hát igen, arra vágynak a Szultán és a János is, hogy megöleljék őket, és
és szeressék őket, és elfogadják őket. Pusi mindig segít majd nekem, azért van itt velem. Az kinek az ötlete volt, hogy szerepcsere történjen a színpadon? Tehát ez a drámai ló utasításában nem szerepel. Persze, Csabáé volt. Hát ő így találta ki, így találta érdekesnek, hogy egyrészt ugye nézzük. Mert azért, tehát egy kicsit arra hagy az a dolog, hogy ma nagyon sok tévéműsor arra megy ki, hogy a nézők hogy voksolnak, mit szeretnének. Tehát minden vetélkedő erre megy ki. Sőt, az összes tévéműsor már tulajdonképpen erre. Ennek azért egyfajta kicsit karikatúrája a dolog. Az más kérdés, hogy valóban nehézsége van. Tehát az, hogy aznap mit játsszuk, azt előtte tudjuk meg, tehát melyik szerepet, és hogy váltunk-e egyáltalán. Akarja a néző, hogy váltsunk. Néző, ennek egyfajta játék lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit beleszólhat az életünkbe, a színházi életünkbe, már a színpadi életünkbe. Mi a megoldás? Van egyáltalán megoldás a való életben ezekre a problémákra? Az egyetlen megoldás az iskola. Iskolába kell járni a gyerekeknek, mindenkinek, és nevelni őket, és tanítani őket. Hát nem látok jobb megoldást. Tehát attól az ember cigánynak születik, attól az ember homoszexuálisnak születik, attól az ember mondjuk rasszistának nem születik valóban a környezete. Egymást bántjuk, egymást toleráljuk, egymást elismerjük, meg biztatjuk egymást, meg szeretjük egymást, addig nincs probléma. Abban mindig akkor van problémájuk, az egyik nem szeret a másikat, és a másiknak rosszat akar. Egyetértek a kocsival, nézségesen. A színház az képes mondjuk egy városi ifjúságot valamilyen szinten nevelni, átformálni? Ti jártok középiskolákban, fogtok menni a Tetkóval is majd előadás, látogatás előtti felkészítő órára. Persze, hogy képes. Ez a feladata a színháznak, hogy segítsen az embereknek. Hogy úgy menjen haza, hogy elgondolkodjon. Ez a feladata a színháznak. Ha az iskolában megvan teremtve az a világ, és arra kéne költeni igazán, ha javasolhatok ilyesmit a világnak, hogy az iskolákat már pedig úgy felszerelni, olyan körülményeket létrehozni, amitől a gyerek otthon érzi magát az iskolában. Tehát nem csak a tanulás, hanem minden más egyéb szórakozás, vagy szakkör, vagy sportolási lehetőség megvan neki teremtve. Akkor igenis. Én nekem nagyon sokat segített, nem jó családból származom, és nagyon tisztességesen neveltek, tehát nem panaszkodom, de hogy a sportolás nekem milyen fontos volt 5 éves koromtól az életemben, hogy annyi mindenre, fegyelemre, egymás iránti tiszteletre megtanított. Jár színházba, gondolkodni megtanul, az egészséget rendben tartja, jól is érzi magát, csajozik, fiúzik, stb. Minden lehetőség megvan. A színház is ilyen, hogy igenis a színházban nyomni kell, az azért van. Hát a színház azért létezik, hogy az embereknek üzenetet adjon át. Egy jobb élet felé terelje a gondolkodásukat, meg az egész életvitelüket. Azon túl, hogy a kisváros problémáit feszegeti a darab, nagyon sok fiatal van így benne, tehát többségben vagyunk benne, mint fiatalok, és fiatalokról szól, tehát 22 éves benne az a 6 fiatal, akik szerepelnek ebbe a darabban. Biztos, hogy az ő problémáikat is érintik, és mi megpróbálunk olyan igazságot adni, ami előre viszi az ő életüket, fejlődésüket, és nyilván arra fele megyünk, hogy a kultúrát azt próbáljuk meg úgy átadni nekik, hogy ezen ők elgondolkozzanak, és segítsen nekik tovább. Bende Kinga, aki közel van még ehhez a korosztályhoz. Blankaként kezdted a tegnap esti előadáson, és Mónikaként fejezted be. Hogyan éled meg az estédet, amikor egy tragédia után te civilként hazamégy, vagy másnap reggel hogyan kelsz? Istenem, ma este jobb lenne, ha Blanka lennék? Hát nem tudom. Hogy lehet kizárni a színházat, a negatív színházi élményeket a civil életedből? Ki lehet? Valamelyik nap mondtam, hogy vége a jelenetnek, onnantól kezdve egy új élet kezdődik. Tehát, hogy nekünk is a színház ad, nem hozzá kell tennem ebbe a színházban, nem, mert azért mi tovább éljük a hála Istennek, még az a fajta színház, ahol még utána megbeszéljük az előadást, meg a próbákat, akár összeveszéssel, akár barátsággal, akár egy kis ivászattal, evészettel, de hogy még tartjuk ezt a kapcsolatot, de utána, ha hazamegyünk, természetesen nem hordjuk haza azokat a dolgokat, amiket megélünk. Tehát lehetek én gyilkos a színpadon, otthon nem fogok ölni, tehát elfelejtem, hisz ez csak egy szerep. Azért nem mondom játéknak, mert ez a foglalkozásom. Az más kérdés, hogy én játéknak tekintem. Hála Istennek olyat csinálok, amit szerettem és szeretek csinálni. Úgy az a foglalkozásom.
szerencsés a szereposztás. Az ember fizimiskája annyira determinálja róla a kialakult véleményt, hogy inkább ez a kihívás, hogy már az elején meggyőzni a nézőt arról, hogy én bárki lehetek. Most a Pazsi, ha ránézel, a sötét haj, a sötét szem, és a Mátéra, a világos haj, a világos szem, hát kire fogják osztani a romasságot? Ezt hívjuk előítéletnek. Igen. Tehát, hogy bárkivel előfordulhat bármi. Tehát lehet, hogy egy szelítszemű édes kislány pontosan olyan ravasz, mint amilyen Blanka, meg azt a fajta életet. De az első látása nem az, és mégis olyan. Tehát így vagyunk a darabbeli homoszexualitással, cigánykérdéssel, stb. Stb. Hogy könnyen ítélkezünk nagyon hamar, vajon tudjuk-e, hogy mi van mögötte, ismerjük-e az embert, itt mindig az a lényeg. Nagyon sokszor lehet látni a tévében, hogy megszeretünk embereket egy beszélgetés után, meg is utálunk természetesen, kiderül sok minden, de beszélnek vele, az a fontos, a beszélgetés. Tudjunk egymásról, ismerjük egymást. Én úgy gondolom, hogy a szereposztás is olyan, hanem egyáltalán, hogy ha ismerem az embert, és tudom, hogy mifajta, hogy gondolkodik büfében, életben, színpadon, milyen a temperamentuma, akkor a szereposztás is mindig találat lesz, mert ismerem őt. Így vagyunk szerintem valamennyi, hogy könnyen ítélkezünk, erre szoktatott a világ, de csak azért, mert a kommunikáció az sokkal egyszerűbb a tévén keresztül, meg az interneten keresztül, nem kell beszélnünk, rövid, tömör kis mondatokban beszélünk szinte az interneten is, meg a tévékben is. Holott egy ellenszereposztás egyébként nem csak a nézőnek lehet érdekes, hogy már pedig igenis ezzel a fejjel és ezzel a testtel képzeld el ezt a karaktert, hanem a játszó embernek is érdekes, mert az személyiség az igazából problémák megoldására adott bizonyos válaszok halmaza. De én máshogy is meg tudnék oldani problémát, hogyha nem ilyen lenne a személyiségem. Tehát nekem a színésznek ki kell túrnom magamból, hogy mi lenne, ha ezekkel a jellemvonásokkal bírnék. És ez például nekem, mint színésznek nagyon érdekes. Pont ez a lényeg, hogy igazából színészileg ugyanúgy a szándékok azok bennem vannak, mind a két karakterben ugyanúgy bennem van, akár mint ember, ugyanúgy érzek gyűlöletet minden nap, akár bármi iránt, érzek féltékenységet, irigységet, tehát hogy ez nem ennyire egyszerű. Ugyanakkor meg ugyanúgy érzek szeretetet, érzek barátságot, nem tudom, tehát hogy ez nem fekete-fehér, tehát pont azért érdekes színészileg, hogy ennyire szabadságot kaptunk, hogy mennyi mindent kipróbálhatunk ez alatt a próba folyamat alatt.